Igen. Isten haza család. Hajrá, MDF. Na, hát egyik szenvedélyem a motorkerékpár, a veterán motorkerékpár gyűjtése. Ennek egyik veterán tagja a Velorex, amelyikbe most beültem, elindítom, és kimegyek vele Svájcba. Mert ez a motor arra is képes. 350 köbcentiével, 80 kilométeres átlagsebességével, 3,5 literes fogyasztásával kimegy Svájcba, Ausztráliába, és a Földet is képes megkerülni. Ennek egy gyönyörű motorja van, bemutatom. Légkütéses, 350 köbcentis, gyönyörűen rendbetett, veterán motorkerékpár, 1971-es kiadású. Ezen a motorkerékpáron tengelykapcsoló, fék, gázpedál ugyanúgy megvan, mint egy személykocsin. A gyújtást ráadom, kilométer órája van, töltés visszajelző, üres állást jelző, irányjelző kapcsoló, jobbra-balra, egy szívató gombja, egy ablaktörlő motorja. Egy sebességváltó, amelyiket hátrahúzva egyes sebességet kapcsolok, előre pedig 2, 3, 4 sebességet. Van rajta egy irányváltó, tehát az indításhoz. Ez az irányváltó az indító motorja, mert dinamo starter van rajta, ami azt jelenti, hogy az áramfejlesztője indító motorként is működik. Hátrahúzva hátrafelé indul be, előre pedig előre. Ha valamilyen műszaki hiba oknál fogva ez a motor nem indul, akkor van rajta egy kézi berántó. Kategória motorkerékpár jogosítványjal vezethető. 70-es évek sláger járműve volt. Kész.